elkészült a Balázs Béla utca 32-es számú lakóház felújítása. Az épület együttes az 1910-es években épült, azóta teljesen leromlott az állapota, így már alaposan megérett a teljes körű rekonstrukcióra. A főváros és a 9. kerület együttműködése 25 éve, tehát politikai ciklusoktól függetlenül jó. Ilyen típusú ingatlan fejlesztések ugyanis több évtizedet vesznek igénybe. Itt az ötlet elgondolásától, a finanszírozástól, a végrehajtásig bizony hosszú időnek kell eltelnie. Ez a 29. olyan ház, ami a főváros 70%-os intenzitású támogatásával újul meg. Nagy öröm nekünk, hogy a főváros ebben az épületben is partner lehetett, nem csak eszmei partner, hanem finanszírozó partner, hiszen a közel 1 milliárdos beruházásnak majdnem a kétharmadát a fővárosi rehabilitációs keretből támogatta. Ennek azért is nagy jelentősége, hiszen jól tudjuk, hogy 2008-ban be is jelentették, hogy világgazdasági válság van, és bizony ebben a 8 szűk esztendőben, vagy mondjuk 7 szűk esztendőben 2008 és 2015 között szinte csak a fővárosi és az uniós támogatásra tudtunk számítani, illetve ezekkel tudtuk kiegészíteni azt a nagyon-nagyon sok-sok pénzt, amit Ferencváros mindig is hozzátett ehhez a város megújításhoz. A főváros 29 ház felújításához 8 milliárd forinttal járult hozzá az elmúlt 10 évben. Eddig 1200 lakás újult meg, 150 lakóingatlan fejlesztést valósítottak meg, 7000 új lakás épült, és amit itt is látunk, és ezt külön kiemelném, hogy nem csak az épületeket kell megnézni, hanem a közterületeket is, hogy milyen szépen kialakultak és egyre nyitásra kerültek azok a zöld területek, hogy az épületek között is milyen szép lenni, és milyen jó az, hogyha a teraszról kinézve szép zöld területeket látunk. A korábban kicsi és komfort nélküli lakásokból élhetőbb nagyságú otthonokat alakítottak ki, fürdőszobával, WC-vel, cirkófűtéssel. A házat akadálymentesítették, így a mozgássérültek vagy babakocsival érkezők is könnyedén megközelíthetik a lakásokat. A rehabilitációs költségekhez a fővárosi városrehabilitációs keret 644.559.800 forint visszanemtérítendő támogatást biztosított.